Hercoges bulvár, könnyeknél sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem a fiatal rapper Raul. Szia! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Te nem csak rapper vagy, te szövegíró vagy, zenei producer vagy, tehát te azért egy jóval komplexebb életet élsz itt a zenevilágában, hogyha jól gondolom. Hát konkrétan mindenes vagyok, igen, tehát hogyha hallasz egy Raul dalt, akkor biztos én csináltam többnyire, 95%-ban én csináltam az alapzenét, meg én csináltam a szöveget 100%-ban, tehát hogy azt soha nem adtam még ki a 12 évem alatt. Meg hát másoknak is producerkedek, igazából mindent csinálok, tényleg a klipjeimet is én rendezem, sőt, van, amikor másoknak a klipjét is. Tehát elég összetett ez a dolog. Mielőtt ma leültünk ide beszélgetni, nyilván egy kicsit rád néztem az interneten, hogy mit is írnak rólad, és én megdöbbentem attól, hogy te nagyon szemtelenül fiatal vagy, hiszen idén leszel 30 éves. Így van, igen, szeptemberben. Két gyerekem van. Ezt is tudom, de igen. Igazából az, hogy te most már azért gyakorlatilag egy évtizede egy név vagy ezen a pályán, mondjuk így, tehát köszönöm. Előkerültél, és ott is tudtál maradni a helyeden. Nagyon-nagyon fiatalon kezdtünk, tehát én még az iskolában mentem el fellépni, sőt, érettségi után, amikor tovább tanultam, akkor pont ez miatt hagytam ott az iskolát, mert már nem bírtam, annyi fellépésünk volt, és... Ez látszik is rajtam, meg úgy a hozzáállásomon is, hogy nagyon fiatalon már belecsöppentem a munkás életbe, vagy hát ahogy mondjam, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy a zene az ugye az így félig meddig munka, mert hobbi, meg tehát hogy egy élvezet, tehát hogy mintha elmenne az ember bulizni, de amúgy egy idő után ez nem így van, amikor már mindent úgy kell csinálnod, hogy tényleg minden klappoljon, és a legjobban gyereki. Hát, amikor már professzionálisan akarsz alkotni, gyakorlatilag erről beszélünk, mert mikor már pénzt is adnak azért, amit csinálsz. Így van. Tehát amikor már pénzt fektetsz bele, pénzt veszel ki, akkor egy idő után már minden munka, hiába élvezem, amit csinálok, akkor is tudatosan kell csinálnom. Az elején ugye mindenkinek a karrierje elején pont attól működik az egész, hogy nem tudatosan csinálja, és csak érzésből, de utána, amikor már jönnek ezek a kis gonosz dolgok, akkor muszáj mindenre is odafigyelni, mert ugye csak akkor tudsz fennmaradni. A 12 évem alatt körülbelül az első 2-3 év volt ilyen, amikor így nem gondolkoztam így azon, hogy mikor kéne kijönni dallal, meg mindent, tehát csak így érzésből jött. Most azért ez már nem így van, tehát már algoritmust kell nézni, már minden olyan dolgok vannak, amik egy előadónak muszáj követnie, mert hogyha nem, akkor egy 183 ezer feliratkozós YouTube csatornával nem érek el senkit, hogyha ezeket a nem trendeket, hanem ezeket az elveket nem követtem, vagy nem tudom, hogy mondani. Azt tudjuk, hogy hova jutottál, de talán kevesebben tudják, hogy honnan indultál. Hogy keveredtél egyet a kapcsolatba a zenével, a műfajjal, az egész szórakoztatóiparral? Körülbelül egy 12 éves lehettem, amikor egy ismert előadó, mert most már ő is ismert lett, és nagyon büszke vagyok, mert egy utcából jöttünk. Akkor még teljesen más névvel zenélt, most már a Fortress elnevezéssel, tehát azzal a névvel megy, és nagyon-nagyon jó nézettségei vannak, meg tényleg önazonos nagyon, amit csinál, van zenéje Azariával, meg tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ő is itt tart, mert mind a ketten hittünk az álmunkban, aztán ő teljesen más irányba indult el, meg én is, viszont vele kezdtem, és olyan téren kezdtem vele, hogy amikor abba az utcába költöztem, ahol ő lakott, Dunai városban, akkor azt mondtam, mivel a zenével, a Cannibalsnek volt egy olyan zenéje, amit kívülről tudtam, és volt olyan, amikor előadtam az egyik régi kis cimborámmal, de ilyen teljesen nem komolyan. Tehát, hogy lementünk, volt egy magnónk, és akkor így énekeltük, és
Az egyik barátom, ilyen köztes barátom, tehát hogy az Ádám meg ugye köztem, mert ugye úgy hívják a Fortress-t, hogy Ádám, ő azt mondta, hogy én is zenélek, de közben nem zenéltem, csak lent énekeltem egyet. És amikor oda költöztem az utcába, akkor mondta, hogy neki van mikrofonja, és hogy akkor csináljunk meg közös zenét, és nekem igazából egy zeném nem volt, tehát én úgy zenéltem, hogy csak énekeltem, ami a magnóból szólt. És akkor így csináltunk egy zenét, és az tényleg nagyon élveztem azt a zenekészítést is, meg úgy utána otthon én is vettem mikrofont, és így egyre jobban belementem 12 évesen a dolgokba. De gondolom azért ehhez kellett egy ilyen kis szülői hátszél, vagy szülői támogatás legalábbis. A más teljesen, anyagiakban, igen. Mert hát azért egy mikrofon már akkor se volt olcsó. Ne, úgy képzeld el, hogy egy ilyen Tesco-s mikrofon, 700 forintos mikrofon volt. Az azért még belefért a zseppénzbe. Igen, teljes mértékben. Tehát tényleg én még kis huligán voltam, még teljesen máshogy fogtam fel az életet, meg úgy a zenét is, amikor neki kezdtem. És ilyen 13 éves koromban én már a CD-ket otthon magamnak gyártottam, tehát mint hogyha én kiadnék egy lemezt, tehát hogy komolyan vettem, és akkor az osztálytársaim meg nem tudom, szerintem nem pénzért adtam, hanem csak nem tudom, egy csokiért, vagy mit tudom én, de hogy már úgy hallgattak engem, és kérték, hogy akkor legyen már lemez, és úgy egyre komolyabban vettek körülöttem, tehát egyre komolyabban vették azt, hogy én ezt csinálom, és ugye egyre komolyabban vettem én is. Aztán kiadtam akkor egy olyan dalt, ami annó eljutott tehát egy utcába laktunk a Horváth Tomival. És akkor a Tomi meghallotta azt a dalt, és amikor összefutottunk a buszmegállóba, mert mind a ketten mentünk valahova, akkor mondta a Tomi, hogy csináljunk egyet közösen. És az a formáció meg annyira befutott, tehát az első zenénk annyira átütő siker volt, hogy utána ugye a Tomival voltunk, nem tudom, hát így egy 4-5 évig, és ugye turnéztunk, meg minden, és akkor utána meg, amikor szétváltunk, akkor nekem volt még egy felfedezettem, őt úgy hívják, hogy Ábrám, és akkor vele voltam még egy évet talán, és akkor utána döntöttem el, hogy inkább én is csak így egyedül csinálom ezt a zenei karriert. Hát egyedül csinálod, de azért te itt összeállt a Nótár Mérivel, összeállt a Zaporozseccel, tehát azért mindig van az Inezzel, tehát mindig vannak ilyen kis közös dolgait, hol ezzel, hol azzal. Szerintem amúgy Amerikában működik ez a legjobban, hogy az előadók nem féltékenek egymásra, hanem inkább közösen szeretnének nagyobb sikert. A jó elérni. Produkció érdekében mind a igen. Kettő egy kicsit lejjebb teszi az egóját. Igen. De nálunk ez annyira nem megy, nem? Nem, egyáltalán nem. Tehát pedig statisztika, hogy közreműködések jobban mennek, jobban működnek, egy az. Kettő meg az egy Nótár Méri, tehát hogy mondjam, nagyon-nagyon tisztelem, nagyon-nagyon szeretem, de úgy szerintem az én közönségem nem tudta volna elképzelni, hogy a Mérivel lesz egy dalom, és ezzel olyan újat adok, olyan új szemszögből közelítek meg egy dalt, és hát a Méri az szerintem az egyik legprofibb, akivel dolgoztam, egyszerűen. Meg én azt gondolom, hogy ezzel mind a két rajongói közeget be tudtátok vonni. Igen, hiszen az ő rajongói köre az lehet, hogy nem mindenki ismer téged, és hát ez azt gondolom, ez fordítva is ugyanígy persze, van. De így viszont mind a két tábornak tudtatok valamit nyújtani, és lettek átfedések. Igen, és úgy találkozott a kettőnk stílusa, hogy szerintem senki nem mondja azt, hogy itt valaki nem illene bele a dalba. És egy ilyen együttműködés hogy indul, hogy te ülsz otthon, és el tudnám képzelni, hogy a Mérivel csinálunk valamit. Körülbelül. Telefon, hello Méri, figyelj, tudod ki vagyok, én is tudom, te ki vagy. Hát mi ismertük dolgozunk. Előtte egymást, de hogyha akárki másról beszélek, igen ez teljes mértékben tehát így. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy te vagy általában az indító fél, aki az együttműködést indítja? 90%-ban, igen. Aha, 90%-ban de gondolom szívesen fogadja bárki. Igen, hát hála Istennek, hogy akiket megkeresek, ők bennük pont azt látom, hogy emberileg is, mert nekem nagyon fontos az, hogy emberileg mit mutat. Tehát nem tudnék egy olyan előadóval együtt dolgozni, aki annyira más nézeteket val, mert szerintem pont, hogy ott energiák találkoznak egy dalban, és ez akkor fog jól kijönni, akkor fog jó dal születni, hogyha mind a ketten minimum ugyanarra az irányra nézünk. No, kicsit zenéjünk szerintem, ha már egy zenész van itt nálunk a stúdióba. Szuper. Mit hoztál nekünk? A Függőd lettem című dalomat hoztam első körben. Hallgassuk hát meg a dalt. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. A Függőd lettem. We'll be right back.
Annyira jónak látszik, nem fél, hogy a tűzzel játszik. Mindig kiszámíthatatlan, maga az ördög, csak angyal alakban kell. De tudom, hogy visszafordíthatatlan, tudom, hogy amit akarok járhatatlan. A függője vagyok és rákattantam, felfoghatatlan, de nem tagadhattam. 11-et dobog a szívem, nekem ez kell. Az adrenali hajt a fágyam, nem ereszt el. Kell a méreg, nagyon kell, mert ez éltet. Bár úgy érzem, felem észt ez a végzet. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, ha elnyel a sötét. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. De szerelmes vagyok a mérgedbe. Egy csepp is elég, hogy elveszem az eszméletem. De szép lassan hason, nekem ez a feltételem. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, ha elnyel a sötét. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. Nem lehetek távol, nem lehetek máshol, nekem te vagy a fény, ha elnyel a sötét. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, vendégem továbbra is Raúl, a szemtelen fiatal rapper, előadó művész, szövegíró és zenei producer, jó magam Szűcs Balázs vagyok, önök pedig a Szószátyárt hallgatják. Itt a szünetbe a dal alatt az jutott eszembe, hogy ahogy rád nézek, te az a igazán trendi fiatal zenész vagy, kis tetko, itt, ott, jó, szerko, minden, viszont ha csukott szemmel hallgatnálak, akkor annyira intellektuálisan beszélsz, hogy egy picit nehéz is a kettőt így összerakni, hogy ezek a külsőségek neked az önazonossághoz kellenek, vagy egyszerűen ez a trend, és hát akkor nyilván te is a trendben, vagy a trendnek megfelelő külsőségekkel élsz. Körülbelül ezt mindenki elmondja nekem, amit most Balázs mondta. Hát az a helyzet, hogy én amúgy nem követek semmilyen trendet, meg a ruháimat is. Vannak olyan ruháim, amik inkább nem én követem a divatot, hanem hogy mondjuk eszembe jut egy ruhadarab, és mondom a feleségemnek, hogy varja meg. Tehát, hogy mit tudom én, kettő ruhámat varjon össze, mert éppen olyanom van. Akkor te csinálod a divatot. Hát én nem tartom magam amúgy annyira divatosnak, mert a feleségem meg ő nagyon-nagyon követi, tényleg napra kész ezekben, hogy most éppen a hosszú nyakú, vagy tudom én kivágott, vagy mik mennek, ő nagyon követi ezt a trendet. Én nem vagyok ilyen, viszont szeretek én is úgy felöltözni, hogy tudják, hogy egy előadó vagyok. Viszont én inkább az ilyen csicsás dolgokat kerülöm, hanem inkább úgy vagyok vele, most nem látszik, mert most kezdtem el edzeni, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy kicsikét legyen meg a body, és akkor egy sima fehér póló is tud állni az emberem, főleg ugye hát mindenhol van kb. Tetkom. De a tetoválás is nem azért jött, mert hogy előadó vagyok, hanem ez is egy, hát ugye a művész lélek az szereti kifejezni magát, önkifejezésem az összes tetoválásom. Ha már a feleségednél tartunk, ugye, és már itt többször elhangzott a te életkorod, azért ahhoz képest, hogy te már férj vagy, családapa vagy, hiszen két gyermeked van, elég korán elkezdted ezt a dolgot, tehát pedig pont az ilyen sztárok, vagy színpadi emberek azok, akik a végletekig húzzák a szingli létet, kihasználva nyilván a csajozás örömeit, mert hát egy előadónak azért ez könnyen szokott menni. Hogy ilyen gyorsan lehorgonyoztál?
Ez jó kérdés. Én nekem a neveltetésem teljesen másmilyen volt. Nagyon-nagyon jó nevelésben volt részem. És konzervatívban valószínűleg, hogyha... Igen, teljes mértékben. És nekem 16-18 éves koromban született meg körülbelül a keresztfiam. Nekem olyan érzésem volt, tehát én nagyon átélem ezt a dolgot, amikor baba van a családban, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és hát én rájöttem, hogy én nagyon fiatalon szeretnék apuka lenni, meg én szerettem azokat az amerikai filmeket, amikor fiatal szülők vannak, és olyan tök trendi, olyan tök egybe van minden. Nekem anyukám is nagyon fiatal szülő volt, és annyira jó volt, hogy együtt nőttünk fel, hogy tényleg elmondhattam neki mindent, hogy ez nekem teljesen belülről jött, hogy én szeretnék szülő lenni. Az más dolog, hogy a karrier meg a szülőség között mennyire tudok párhuzamot vonni, vagyis hogy mennyire tudom a kettőt egyszerre 100%-osan csinálni. Egyértelműen, hogy mióta ugye családapa vagyok, és 3 éves Mauro fiam, azóta a karrierem egy kicsit háttérbe szorult, amit még most tanulom, tehát én járok önfejleszteni is, meg én nagyon szeretek fejlődni mindenben, mert én azt vallom amúgy, hogy egy ember haláláig tanul, és akkor jó, hogyha valaki ezt beismeri, hogy ő semmiben sem tökéletes, mert akkor tud az ember igazán tökéletes lenni. És én nekem ez még mai napig téma, hogy a kettőt hogy kössem össze úgy, hogy mind a kettő működjön. Mert sajnos vagy nem sajnos, én annyira családcentrikus vagyok, hogy egyszerűen, ha a gyerek mondjuk sír, és én otthon stúdiózom, lemegyek hozzá, hiába van mellette ott az anyja. És ezeket tudom, hogy kellene egy olyan határt húznom, de sajnos még nem megy, tehát még a mai napig dolgozok ezen. Viszont most a feleségemmel ugye hát egy olyan ritmusba kerültünk, hogy ő is azért próbál segítségemre lenni, hogy mondjuk az album elkészülhessen, stb. Tehát, hogy... Ő egyébként valamennyire szakmabéli, vagy teljesen civil? Teljesen civil. És ő teljesen mással foglalkozott, mikor összejöttünk. Aztán próbáltuk, legyen ő, aki intézi a fellépéseket, de a két gyerek mellett igazából... Nem működik. Nem működik. Meg neki is teljesen más elképzelései vannak, meg más vállalkozása van, tehát hogy teljesen másban van ő. Két gyerekem van, egy 3 éves, meg egy éves. És azért most ők abban a korban vannak, hogy nagyon igénylik a figyelmet. És... Nehéz ezt így neki is, hogy egyedül ezt elbírja, azért próbálok én is neki segíteni, de hála Istennek, hogy ezt ő is így viszonozza, és tényleg amikor akár eljövök ide, és mondjuk fel kell készülnöm előtte, nem tudom, elmegyek zuhanyozni, vagy előkészítem a ruhákat, azért mindig odafigyel, hogy a gyerekek ne. Mert nagy házunk van, hála Istennek, de mindig olyan helyen vannak a gyerekek, hogy mindig körülöttem forognak. Igen. Kisebbik gyerek nem is, de már azért a nagyobbik fiad látja, hogy te mit csinálsz. Hogy énekelsz, hogy mikrofon, stúdió. Tetszik ez neki? Nagyon tetszik neki, már van 2 dala. Ó. Igen. Az egyiknek az a cím, hogy kanapé, mert az volt a második vagy a harmadik szava. Lehet, azt kellett volna elhoznom amúgy. Elég jó kis dal lett amúgy. Szerintem a kíváncsiskodás annyira fogja hajtani, hogy biztos vagyok benne, hogy egy-két olyan dal fog születni, ami majd tényleg hallgatható is lesz. Nézegettem a Facebook oldalad, elég sok videoklip van megosztva. Így a videoklipek elkészítésébe is gondolom te teljes mértékben szakmailag belefolysz. Teljesen, igen. Gondoltál már arra, hogy egy kicsit elvonatkoztatva a saját karrierettől, mivel ezek azért elég jó össze vannak rakva ezek a klipek, elkezdesz akár bérmunkába, vagy akár mások számára is ilyeneket rendezni, összerakni, megcsinálni? Az a helyzet, hogy az egész zenei dolgot annyira egyedül viszem, hát hogy fogalmazzam meg jól, annyira nem vagyok nyitott kifelé, és ezt érzi a világ is, és például ilyen megkereséseket nagyon-nagyon ritkán kapok. De hogyha kapnék, akkor elgondolkoznék rajta, viszont magamtól meg nem fogom keresni ezeket a dolgokat, mert annyira telített a napom, hogy amúgy meg elmegy az energiám másra. De amúgy a kérdésedre válaszolva, ha jönne ilyen felkérés, biztos, hogy vállalnám. Tehát beleférne még azért, vagy ez egy kicsit a te művészi ambíciódat is megmozgatnál, hogy másnak csinálni. Így van, meg amúgy meg az megint más. Annyi ötletem van állandóan, nagyon-nagyon kreatív vagyok, hála Istennek. Vannak persze hullámvölgyek, de külső impulzusokban annyira kreatív vagyok, hogy szerintem menne.
igen. Nem csak az én karrierem, hanem a többi előadónak is menne. Hát ugye dalokat írok másoknak, meg klip ötleteket is adok, de annyira igen, csak nem... Nekem nagyon tetszett az a képi világ, amit te nyilván itt alkotsz. Köszönöm szépen. Most konkrétan van klip, ami melyikre gondolsz? Hát a címekkel én bajba vagyok, én végignézegettem, meg belenézegettem, meg nem mondom neked, de lehet, hogy adás után majd kiválasztjuk, de néztem azt a fajta képi világot, amik téged itt kísérnek, és nekem ez így tetszett. Köszönöm szépen. Hát reméljük, hogy megtalál majd ez a kihívás is előbb-utóbb. Mik a tervek? Kik az új partnerek? Kik az új együttműködők az idei évre? Most annyira nem tárasztam be előre, mert jött ki most sok szóló is, meg ugye jött a Zaporozsetszel is közös, de a nyárra nagyon-nagyon sokat várok egy daltól. Bár amúgy elvárni daltól nem szabad semmit, de ez egy olyan dal, amit el tudnám képzelni, hogy mondjuk egész Európában, vagy akár világszerte hallgassák, és ezt nem csak én mondtam, hanem a kiadó is, és ezért most inkább egy nagyobb előadót próbálunk erre. Nekem ugye meglátásaim az, hogy amikor van egy olyan dalom, amit nagyon-nagyon sikeresre szeretnék, pont az nem lesz annyira, bár ugye kinek mi a siker, de nekem volt már egy nap alatt 300-es nézettségem, meg volt egy nap alatt 3000-es, és igazából így nem történik semmi a dallal, de nekem mégis a 3000-est annyira nem csípem utána. Sajnos. Tehát, hogy egy idő után ezt is nézi az ember tényleg, hogy a külvilág mennyire szereti. Hát a visszajelzés nyilván fontos, bár ezt egyébként nagyon sok előadóval, szerzővel beszéltem erről, hogy vannak ezek a dédelgetett dalok, amiért valamiért nem mennek át, nem jönnek igen. be. És van az a dal, amit úgy rátesszük még a lemezre, mert hogy meglegyen igen. a 14, igen. és oltári siker, és mindenki azt fújja, igen. tehát kiszámíthatatlan gyakorlatilag igen, ez a történet. Igen, velem is ez van, és pont ezért ennél a dalnál sincsen nekem ilyen... Nem látom előre, hogy mi lesz belőle, de annyira szeretem, hogy ezért szeretném egy kicsikét megtámogatni, hogy egy olyan előadóval jöjjön ki, aki úgy szintén, nem tudom, nagy sikerre viheti. Hát legyen ez így. Én minden esetben nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, sajnos az adásidőnk elreppent, és hát természetesen egy Raúl dallal búcsúzunk a mai műsortól. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, elhoztam nektek a Nem vagy egyedül című dalomat. Sziasztok! Sziasztok! Tudd, hogy nem vagy egyedül, nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen rendben. Tudd, hogy nem vagy egyedül, nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen rendben. Látom, félsz, barátod rossz helyen keresgélsz. Az vagy, ahogyan magadról beszélsz. Fogadd meg ezzel, mindent elérsz. Remélem, egyszer mindent elérsz. De nem vághatnak át közbe. Vedd a sisakot és az övedet közsmosd be. Annyi hülye van, ki a nevedet köpködte. Annyiszor megbíztál te is már az ördögbe. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nem vagy, nem vagy, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nem vagy, nem vagy, nem vagy egyedül. Tudd, hogy nem vagy egyedül, nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen rendben. Tudd, hogy nem vagy egyedül, nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen rendben. Tudd, hogy nem vagy egyedül. Megbánt, te meg úgy teszel, hogy nem fáj el. Szárt az idő, nem jön vissza már. Ne bánt, csak tegyél meg érte mindent, ami a szíved része. Az utat tudod, szemed csukod. Miért a jelen tudod, mégis futod. Kiért, kiért neked annyit, hogy az életed bánya. De azt ne feledd, hogy valakinek te vagy az álma. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nem vagy, nem vagy, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nem vagy, nem vagy, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Tudd, hogy nem vagy egyedül. Nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen. Tudd, hogy nem vagy egyedül. Nem, 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 nem. Ott leszek, ha valami nincsen rendben. Tudd, hogy nem vagy Kacagás bulvár,
könnyeknél sírás. Sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. A műsor támogatta a Kittinél Love.